megmutatom. Figyelj, fölül kell nagyon elszorítani, és utána a többi, többi ujjammal összenyomni. Aha. Itt, így bezár, teljes erőből, próbálj. Jaj, jó, oké. Így megfogom. Teljes erőből zár be, és a többivel nyomd össze. Úgy, úgy, erősen, hogy hadd gyűjjön, mert képzeld el, hogy ki kéne fejni két litert abba a tálba. Ez a kecske reggel is, meg este is ad kettő. És akkor itt teszünk. Megmutatom én közben. Nézd, gyere hamvas, egyébként. Két kézzel megfogják, a tőgye ez bírja ezt a mozgást. Persze előtte mindig megmossuk, meg itt van a... És így fejne. Aha. Próbálj ki. Jaj, nem fog felülni, ugye? Nehogy így is. Na szóval így is jön, ugyanazt a mozdulatot, teljesen elzárom. De így is benne tej. Dehogy de van. Ide leengeded a tejet innen föntről, most fönt bezárod, így és bezárom. Erősen összenyomod a többi ujjadat. Így, gyűlik az. Ez megy, mint a karikacsopás. Pikpak. Igen, és hogyha meg akarod postolni, azt is lehet. Próbálj, nyomjál. Finom. Zamatos. Finom egyébként, tényleg. Úgyhogy most már nem esel bajba, meglátsz egy kecskét bárhol a világon. Tudod, hogy könnyen hozzájutsz. Ennyi. Pásztorkodás ilyen értelemben jól összefér a művészettel, hiszen régen is tudjuk, hogy a pásztorokkal mennyi művet hoztak létre, szarufaragásokat, bőrmunkákat szőttek, csomó kutyaszőrből csinálta a táskát, pásztortáskát például, meg ilyen érdekes dolgok. Tejkonyhát mutatom meg. A tejkonyhádban történik a feldolgozása a sajtnak, és egy sarok részben ott, amennyi félkeményet gyártunk, annak az érlelésére is alkalmas. Klimatizáltuk a helyet, páratartalmat tudunk fenntartani, és itt a lágy sajtnak éppen a csurgatása zajlik, aztán ott egy sópácból kikerült friss sajt van, a hátam mögött pedig itt meg egy sajt sózása a páclébe történik. 60-80 literek kerülnek egy alkalommal gyártásra. Én azt gondolom, hogy a cél nekünk ebben az, hogy ne Tiliszi, ne Gouda sajtokat csináljunk, hanem keressük meg a itthelyi klímát, a növényből, a beltartalmi értékből, melyik sajtot lehet könnyedének csinálni, nem kell hozzá egy betonkamra, ahol speciális módszereket kell befektetni, hanem keressük a legegyszerűbbet.